terrorgyakorlatot tartottak a Nemzeti Atlétikai Központban. A forgatókönyv szerint az elkövetők nukleáris anyaggal szennyezett bombával akartak bűncselekményt elkövetni. A terrorelhárítási központ speciális egységei, a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda munkatársai és az Energiatudományi Kutatóközpont közösen hajtották végre a szimulált terrorveszély felszámolását. CBRN, azaz vegyi, biológiai, rádióaktív és nukleáris. A Hír TV-ben korábban már bemutattuk a terrorelhárítási központ 2014-ben alakult CBRN osztályát. Most egy egyedülálló radiológiai gyakorlatot tartottak a Budapesti Nemzeti Atlétikai Központban. A TEK és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda közösen hajtotta végre az akciót. Ez egy olyan terrorelhárítási gyakorlat volt, amelynek az volt a lényege, hogy tudnánk kezelni azt a helyzetet, amikor terroristák sugárzóanyaggal kombinált robbanószerrel terrortámadást szeretnének elkövetni egy tömegrendezvénynek a helyszínén. Ez volt a gyakorlatnak a lényege. A kiinduló pont az volt, hogy hírszerzési információnk volt arról, hogy Szerbiából áthoztak sugárzóanyagot, amiből piszkos bombát építenek, és valahol Magyarországon egy tömegrendezvénynek a helyszínén ezt felrobbantják. A gyakorlatra az Európai Bizottság migrációügyi és uniós belügyi főigazgatóság kérte fel a magyar egységeket, és ők is finanszírozták az eseményt. A terrorelhárítási központ esetében nagyon fontos volt, hogy hogyan tud együttműködni a CBRN egység a műveleti munkát végző kollégákkal, annak érdekében, hogy az elkövetőt elfogó fegyvereseket a lehető legkevésbé érje a sugárzás. Az információ nem szólt arról, hogy melyik ez a tömegrendezvény, tehát nem tudtuk a helyszínt. Ugye ez nem olyan, mint Bécsben a Taylor Swift koncert, hogy akkor elmarad és megvan oldva a probléma, van időnk nyomozgatni. Itt konkrétum nem volt megadva a forgatókönyv szerint, és ezt a helyzetet kellett valamilyen módon kezelni. És akkor azt játszottuk le, hogy van egy stadion, ez a Nemzeti Atlétikai Centrum volt a mi esetünkben, milyen biztonsági intézkedéseket foganatosítunk annak érdekében, hogy egy ilyen típusú terrortámadást megakadályozunk, felderítsünk. Ahogyan a felvételeken is látszik, a TEK mentesítő sátrat állított fel, a helyszínt elhagyó rendőröket sugárzásmérővel ellenőrizték. Az úgynevezett vezetési ponton az Energiatudományi Kutatóközpont munkatársa is segítette a terrorgyanús helyzet felszámolását. Ők feleltek a gyakorlat technikai lebonyolításáért is. Részben sugárvédelmi szakértői feladatok ellátása a vezetési pontról, a TEK munkájának a segítése, másfelől pedig egy együttműködési megállapodás keretében az Energiatudományi Kutatóközpont együtt dolgozik a Nemzeti Nyomozóirodával. Együtt fejlesztettünk ki egy radiológiai bűnügyi eljárásrendet, amely keretében ennek a gyakorlatnak a kapcsán együtt dolgozott a két szakértői csapat. A világon egyedülálló eljárásrendet dolgoztak ki a hasonló terrorcselekményekre. Az eljárásrend fő egyéni sajátsága az, hogy benne a helyszínen együtt dolgozik a Nemzeti Nyomozóiroda, illetve az Energiatudományi Kutatóközpont, vagyis a radiológiai szakértők és a bűnügyi helyszínelők együtt egy csapatként dolgoznak benne a helyszínen. Ez más országban nem feltétlenül van így, és mivel sok tapasztalatunk van ezen a téren, ezért egy nagyon harmonizált, közös munkát tudunk végrehajtani. A gyakorlat forgatókönyve szerint fegyverminőségi uránnal szennyezték a bombát a terroristák. A helyszínen a szervezők nem használtak igazi sugárzóanyagot, a valódi riasztást korábban rögzítették ellenőrzött biztonságos körülmények között az Energiatudományi Kutatóközpontban. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda hatásköre Magyarországon a radiológiai esetekben a helyszínelés elvégzése, akik speciális védőfelszerelésben dolgoztak. Azért ilyenkor légzőmaszkban vannak, légzésvédelmi eszközöket használnak, amelyek egy olyan fokú koncentráció mellett kell ezeket használni, amelyek mondjuk a nyomkutatásra irányulnak, amelyek különböző bőjeleknek, bizonyítékoknak a begyűjtésére irányulnak. Tehát egyszer figyelni kell arra, hogy ne hagyjanak el semmilyen bizonyítékot, figyelni kell arra, hogy kiszolgálják magát a bűnjelekhez kapcsolódó elvárásokat, amik a nyomozás szempontjából nagyon fontosak, és egyszer figyelni kell a saját egészségükre, biztonságukra is. A felkészült helyszínelők a lehető legnagyobb körültekintéssel gyűjtötték be a bűnjeleket és a bizonyítékokat. Első körben ugye szakértői egységek nézik meg, ugye itt a gyakorlat szempontjából egyszerre a TEK-nek a műveleti szakembereti, a CBRN-es kollégák átvizsgálták a helyszínt oly mértékben, hogy megnézték, hogy milyen típusú anyaggal állunk szembe, megnézték azt, hogy milyen
sugárzásra, milyen mértékű sugárzásra lehet számítani. És ugye ennek megfelelően kell a szakértőkkel nekünk együtt dolgozni, ennek megfelelően emelkednek a védőruházatoknak is a fokozatai. A sikeres közös gyakorlatnak és a kidolgozott speciális eljárásrendnek köszönhetően több nemzetközi meghívást kaptak a TEK és az NNI munkatársai.